Szeretettel köszöntöm a Kultúrszalon mai vendégeit és a kedves tévénézőket. Három férfi, ami szokatlan, mert mindig szokott lenni egy hölgy vendégem is, de most úgy alakult, hogy három férfivel ülök itt együtt. A bal oldalamon itt ül Jászai Mari díjas színművészünk, rendezőnk és a Dunaújvárosi Bartók Színház és Művészetek Háza. Ezt megkérdeztem az előbb, hogy hogy kell pontosan mondani, igazgatója. Jobb oldalamon Nándori László, mester cukrász, aki az év tortáit készítette, már 2013-ban is nyert a cukormentes tortájával, de a tavaly évben is ő nyerte meg ezt a titulust. És legszélén pedig ez a fiatal ember, nem is gondolnák, Révi László, hogy ő mennyit repül, és még repülőgépet is épít. Tehát három úrral fogok én most itt beszélgetni arról, hogy mi minden van, ami az életben nekik fontos, ami nekik örömet okoz, amitől ők most ilyen kiegyensúlyozottan, boldogan, és úgy látom, hogy jókedvűen ülnek itt mellettem. Hát azt hiszem elsőként hozzád szólok, talán éppen azért, mert te vagy itt a korelnök közöttünk. Sajnos 75. 75, akkor tényleg te vagy a korelnök, de ebben a 75 évvel most a napokban is még repültél, és hát nem így kezdődött, mert azért mi beszélgettünk elég hosszan, pontosabban előzetesen én felhívtam Révi Lászlót, és akkor is valamit éppen ténykedett a műhelyében, mert valamit mindig ténykedik, és valamit mindig csinál, és hogy elkezdtem faggatni a családról, az indítatásról, az, hogy ugye honnan indult, mi mindennel foglalkozott, és körülbelül egy olyan másfél órán keresztül hallgattam. Mármint úgy értem, hogy nem tudtam közbeszólni, tehát úgy hallgattam, hogy én hallgattam, ő megmesélt. Úgyhogy meg se próbálok kérdezni. Nem, úgy döntöttem, kezd el, mondd el, kezdetektől kezdve, hogy mitől, hogyan alakult a te életed így, hogy most azt mondhatjuk, hogy te budaörs egy nagy híressége vagy, aki ott laksz a polgármesteri hivatal mellett, és hogy természetesen kitüntetett tagja és lakosa vagy a városnak. Hát igen, valamikor, amikor 55-ben oda kerültünk, akkor még az utolsó előtti ház voltunk, most meg a polgármesteri hivatal mellettünk van, és azért nem kapok egy ilyen működési engedélyt, most öregkoromra sajnos kényszervállalkozóként lettem ilyen szemléltetőeszköz és modellépítő, de hát olyan modellt építek, hogy 17 vagy 20 méteres fesztávolságú, de hát ha már csináljuk, csináljuk nagyba, mondta, akik ismernek engem. Szóval 55-ben oda kerültünk, hát meg korábban modelleztem, de hát ez a budaörs város, ahol lent van egy nagy repülőtér, és ugyanakkor meg föl mögöttünk a hegyen meg volt ez a vitorlázó repülőtér, ahol 1929-ben kezdődött a magyar vitorlázó repülés. Hát itt nem lehet a repülést nem észrevenni. És hát mondom, mivel korábban is már a modellezés kapcsán én a repülő modellekkel foglalkoztam, így aztán nem volt nehéz oda beleszeretni. De hát korkedvezménnyel kerültél oda, tehát arra hát emlékszem, igen, de valami azt, hogy meséltél, hogy le is tagadtad, hogy hány éves vagy, hogy már tudj repülni. Ez egy kicsit túlzás, ez a korkedvezmény, mert ez úgy született, hogy hát amikor kimentem, hát volt ebben egy betegség, de ez most a részletkérdés, és akkor így szeptemberben ki tudtam menni, mert nem voltam annyira beteg, iskolában nem szabadott mennem, de egyébként kirándultam ott a környéken, és akkor volt egy ilyen őszi tábor, még akkor gumikötéllel így a hegytetőről húzták kihúzni, futni el, és akkor kilövődött a domboldalról a repülőgép, de kevesen voltak, és aztán úgy megkérdezték, hogy hívnak, Révi, Kis Révi, és akkor tulajdonképpen bevettek, hogy ezt csináljak, azt csináljak, amit csináljak. Másnap megint mentem. Hát úgy, hogy végsősorban így itt maradtam. Igen, ám csak én akkor bevallottam nekik, hogy hát én nagy vagyok, meg hosszú vagyok, meg magas vagyok, meg minden, csak hát mégiscsak hetedik osztályos. És akkor, hát ugye jött az ősz, vége lett, és hát ja, és bevettek. Bevettek, és egyszer kilőttek a hegyoldalról. És hát sikerült, mint látszik, élek azóta is. Hát, hogy ezt az oktató, hogy merte megcsinálni, ezt a mai napig elgondolkozok rajta. Sajnos már nem él, Schmidt-Ferris Majsz közismert oktató volt. És aztán tavasszal, amikor újra alakult ugye 57-ben a repülőklubok meg minden, akkor az a előre repülőklub, ahol én
ahol engem bevettek, hát ők vettek rám, mert a mávosok, akikkel én ebbe az őszi táborba voltam, hát ők tudták, hogy velem nem sokat érnek, mert ugyan belémoltották a szeretetet, de hát nem vagyok annyi idős. És akkor jöttek ezek a közlekedési repülőklub előre, hogy hát nekem adnak egy hamis buszbérletet, amiben hát annyiból hamis, hogy hát egyrészt édesapám nem buszsofőr, és én meg nem vagyok 16 éves, és így 2 évet csaltak a korommal, de hát egy buszbérletben miért ne lehetne ilyet, és akkor ezzel elmentem a sportkórházba orvosira, ott alkalmas lettem, és hát aztán így elkezdődött a repülésem. És aztán így mentem előre, és aztán akkor lett a baj, amikor viszont megkaptam volna már ezt a úgynevezett szakszolgálati engedélyt, ezt a nemzetközi pilóta, hát mondom, abban nem lehet csalni, és akkor bevallottam, hogy tényleg hány éves vagyok, és hát abból aztán lett a nagyon nagy baj, mert hát akkor letiltottak először örökre. Aztán az oktatóm, aki egyébként ennek a letiltónak, a Legenyei Lajosnak liba, most már ő is meghalt azóta, de hát az ember így, tehát ő is tudta, hogy libának hívja mindenki, és akkor bement, hogy liba, hát annyi hülyeségedet elnéztem. Hát most itt van egy nagyon jó növendékem, aki hát ugye, de nem is ő csalt, mi csaltunk oktatói, de hát minket meg nehogy letiltsál. És akkor lett az, hogy csak ilyen alapfokú iskolagéppel repülhettem. És mit tesz Isten? Közben aztán abba hagytam, mert sok másképp alakult az életem. Katonának mentem, utána barlangot kutattam, bikaemberket. Szóval... Na ezt mondd el, mi mindent csináltál. Sok minden. A barlang, de várjál, volt a barlang, aztán volt a... Steyer-Puchal, autóversenyzés. Autóversenyzés, igen. Akkor még volt, emlékszem, hogy még volt valami, hát. Ami a horgászás, szóval sok minden, rengeteg dologgal foglalkoztál. Hát balatoni vitorlázás is. Vitorlázás, igen. Na, és aztán utána beleszerettem a veterán járművekbe. És hát nagyon sokan talán ismerik azt a filmet, a Kemény kalap és krumplior, amiben a Páger Antal megy egy ilyen fehér öreg autóval, és hát ez a bizonyos fehér Fiat Balilla, ezt amikor leszereltem a katonaságtól, akkor... volt egy kis dugi pénzem, és akkor ebből vásároltam meg. És aztán persze restauráltam, és hát aztán filmekbe szerepelt, Kemény kalap és krumplior, Fuss, hogy utal érjelek, Aranyborjú. Szóval nagyon kapós volt akkor ez a film. Aztán a csúcs az volt, hogy ezzel elhatároztam, hogy egy ilyen 10.000 kilométeres útra elmegyek, föl a sarkör fölé, és hát ezzel csak az volt a borzalmas, de hát ezt tudom, nem mesélem, mert a többiekre nem is jut idő, hogyha nem életemet végig kell mesélni, hogy rá volt írva a kocsi oldalára, hogy Budapest-Nordkap, Budapest 10.000 kilométer, és közben ugye akkor 147 dollárral lehetett elhagyni az országot. 70 dollárt kaptam én, 78-at a kocsi üzemanyagra, és föltették a kérdést, hogy hova dugtam a többi pénzt, amiből a 10.000 kilométerre a benzint akarom venni, úgyhogy több órán keresztül a cipőmet levenni, a nadrágot letolni, oda is benéztek, minden, hogy hol a pénz. Hát aztán, hála Isten, nem találták meg. No, de ezek az oldtimerek iránti szeretet, ez később is megmaradt, meg hát igen. Építettél is. Igen, itt jött aztán ez a repülés, ugye, hogy volt a nagyon korai időszakomban a repülés, és hát aztán a szeretet az megmaradt, aztán jött ez az oldtimer öregautó dolog, és aztán itt már az történt, hogy olyan autókat szereztem, amelyikbe, ami legjobban hiányzott minden autónál, mert ugye a motorszerelő az van, karosszéria lakatos van, na de ez az öreg autóknál az van, hogy itt van egy faváz. És ez a faváz, ez idővel ugye hát a fa az gombásodik, elromlik, meg háború jött közben, meg minden, tehát a faváz megy tönkre, tehát marad egy roncs. És akkor ezt a roncsot másképp nem lehet restaurálni, csak hogyha van egy bognár. Na de hát egy bognár is általában milyen bognár? Kocsi bognár. Na de hát azokból is már hiány van. És akkor találtam egy Tátra 12-es, úgynevezett Bádog tacskót, egy ilyen kéthengeres 1928-as autót, ami fűrészgéppé volt alakítva,
és később megtudtam, hogy ráadásul ez egy olyan tátra, ami magyar, tehát egy unitász tátra, mivel hogy a Trianon miatt a cseheket nem szerették, és akkor a tátragyár mondta, hogy hát majd adok én nektek, veszek itt egy kis üzemet, ami ahol össze tudják rakni, és akkor minden tátra, ami a lényeg, tehát a motor, a kerék, a sebességváltó, hát a karosszériát meg csináljátok ki, és mint most ezzel a japán autóval, hogy hát a ti autótok, mint ahogy most a Suzuki, hát így akkor a tátra is a ti autótok volt, mert... És ebből te építettél egy saját. És akkor arra, hát elmentem a múzeumba, és akkor ott ugye, megtudtam a tervrajzot, megkaptam, és felvilágosítottak, hogy a 19.700-as motorszám, az nem egy egyszerű autó, hanem azt Budapestre, unitász műveknek további szerelésre elküldve, tehát nem a cseheknél komplettírozták, hanem ide küldték Budapestre, és akkor itt csinálták meg. Na most ugyanezt, hogy a németekkel és az osztrákokkal is elfogadtassák a Tátrát, megcsinálták velük, és akkor így volt a Tátra jelvény, és fölötte egy sas. Csak a osztrák az kétfejű volt, a német balra nézett, a magyar meg jobbra nézett. Tehát így akkor mind a három országban volt, hogy azt mondták, hogy hát a Tátra ugyan az osztrák-magyar monarchiából kivált cseheknél maradt, na de hát azért az osztrák is, a magyar is, a német is azért bizonyos fokig magáival tegyé. Na ezt megcsináltam, itt belejöttem ebbe a Bognár munkába, és akkor már csináltam egy csomó Rolls-Royce, Mercedes-eket, minden. De hát nem is akarok tovább mesélni. Innen adódott az, hogy amikor aztán újra elkezdtem repülni öregkoromra, akkor már repülőt építettem. Akkor már tulajdonképpen azt mondtam, hogy hát famunkára mindenben föl vagyok készülve. Hát ez a Goldtimer alapítványnak volt egy vöcsök, egy Rubik vöcsökje, amivel repültem a 96-os oldtimeren a világtalálkozón, de aztán ott egy kicsit cukkoltak, hogy de hát ez nem a legöregebb. Hát mondom, a legöregebb az senkol nincs a világon, és akkor aztán kimentem a Német Múzeumba, ott megszereztem annak a gépnek a tervrajzait, amivel 1929-ban mögöttünk levő Budaörsi hegyen kezdődött a magyar vitorlázó repülés, azt megépítettem, mert akkor már belem voltam a famunkába. Azt mondtad, hogy 1957, most ha ránézek Nándori Lászlóra, úgyhogy itt is azért több évtizedes múltra tekint vissza ez a cukrászat, mert a nagybácsinak a cukrászdája, ahol te elkezdtél dolgozni, és ami most a sajátod, és először csak 5 fős volt, most már 40-en vagytok, és itt a Bakács téren ez egy fogalom már, hiszen törzsvevőitek vannak, és szeretném tudni, hogy ez is honnan eredt a nagymama süteményeiből, illataiból, tehát, hogy te is egy ilyen fanatikus, ugyanúgy, ahogy másik László fanatikusan a saját hivatásodban dolgozol folyamatosan, és találsz ki mindig újabb és újabb dolgokat. Tehát ez a cukrászda, amit most én vezetek, ez 57. januárjában nyílt. Az ismereteink szerint ez már 56 őszén megnyitották volna, csak a forradalmi események miatt, ez valami miatt eltolódott. És tehát ez Varga László cukrász nyitotta, és ott megismerkedett az én édesanyám nővérével, akinek a Mester utcában volt szemfelszedő vállalkozása. Ilyen is volt még régen, hogy szemfelszedő. Szemfelszedő vállalkozása. A jeges is volt, arról beszéltünk, hogy jöttek a jegesek, igen. Összeházasoltak, és akkor már ketten csináltak ezt a picike kis üzletet. 62-ben édesanyám is csatlakozott ehhez, én 58-ban születtem. 62-ben édesanyám is oda ment dolgozni. És hát én azért a gyerekkoromat, ugye hát részben ebben éltem, először is oly módon, hogy anyámmal alig találkoztam, mert mindig dolgozott, tehát ez ilyen módon, de biztos sokan vagyunk így, ahol sokat kell dolgozni. De már az általános iskola 7. osztályában én mentem nyaranta. Hetedikben, mindenki hetedikben kezdte. Na, te is hetedikben kezdte. Viszonylag nagyok voltunk, és akkor már tudtunk számolni, tehát a nyári szünetben fagylaltot adagoltam.
és az egész középiskolai életem végéig, hát ez minden nyáron ott volt. Nagyon nehéz munka volt, és sok volt, de érdekes, hogy a mai napig, amikor ezen gondolkodom, és ugye a nyári szünetemnek az egy jelentős részét én ott töltöttem, nincs sose rossz érzésem. Tehát valahogy mindig a jó érzéssel mentem, és nem éreztem sosem tehernek. És amikor befejeztem a középiskolát, én egy műszaki értelmiségének készültem, én elég jó matematikus voltam, fizikus és egyebek, de picit lusta, úgyhogy nem vettek fel ide Budapesten a műszaki egyetemre, fölvettek viszont Győrbe, és akkor én azt mondtam, hogy hát Győrbe én nem megyek el, hát itt voltam. Hát nem Budapest! Itt voltam egész életem, valójában nekem olyan, akkor még talán kevésbé voltunk rugalmasak, vagy nem ilyen volt az életünk. És akkor felvetődött, hogy esetleg menjek el, és akkor magát a cukrász szakmát tanulja meg, akkor az másfél év volt, 76-ban mentem tanulónak, 78-ban lettem segéd, és utána itt dolgoztam, és hát mint segéd dolgoztam. Én 83-ban viszont gondoltam egy nagyot, és önállósodtam, tehát akkor ez egy ilyen érdekes dolog volt. Zuglóban, a Füredi úti lakótelep szélén nyitottam egyedül egy 20 négyzetméteres pavilonban egy fagylaltozót tavasszal. Ősszel vettem egy sütőt, és elkezdtem sütögetni, és akkor ezt csináltam. Hát volt egy hölgy, aki segített az eladásban, de hát reggel keltünk, bevásárlás a végén, takarítás és egyet mindenféle. És akkor ezt így csináltam közel 5 évig, amikor is, hát a mesterem, a nagybátyám, akkor 72 éves volt, és akkor azt mondta, hogy hát szeretne elmenni nyugdíjba, vagy úgy gondolt, ez 80. És akkor vedd át tőle. És akkor hát tulajdonképpen vegyem át az igen. üzletet, és akkor így 88. január 1-től, tehát ennek is most már több mint 30 éve, hogy én irányítom az üzletet, 49 négyzetméter volt akkor az egész üzlet, majd picit nagyobbak vagyunk. Sőt, most fogtok megint bővülni ezzel hát egy picit a pincével, mindig próbálunk, ami lesz egy újabb. Egy bérházban azért nehéz, az ember állandóan feszegeti a határokat, de hát most már hát közel 40-en dolgozunk, és hát azt gondolom, hogy az a fontos, hogy nagy örömmel csináljuk ezt az egészet. Ez a 13 év, azt mondtuk, hogy ez egy ilyen olyan szám, ami mindannyiatoknak meghatározó, de hát nálad ugye, ahol kedves édesapádat mindenki ismerte és szerette, én például rajongtam érte, és hál' Istennek volt módom Őze Lajossal dolgozni a Magyar Rádióban, és még föl is vettem vele a legkedvesebb verseiből válogat XY színművész sorozatot, sorozatban egy epizódot. És hát Volponétól kezdve, szóval rengeteg élményem van, hát gondolom ebbe az ember úgy beleszületik, és hát nem véletlen, hogy akkor te is ezt a pályát választottad, vagy pedig az? Véletlen valamilyen szempontból, igen, sőt, hogyha több eszembe fogok beszélni, mert van egy bátyám, Műze Gábornak hívják. Egy év és egy nyár van köztünk, tehát nagyon kicsi a korkülönbség, ezért a gyerekkorunk az együtt telt el teljes mértékben. És hogyha azt nézem, hogy automatikus volt-e, hogy én erre a pályára kerülök, az nagyon nem. Talán az a rendszertelen élet, az összevisszaság, az apu jelenléte, meg ami ezzel jár, az inkább csak eltávolított, hatott volna minket ettől. Holott az édesanyánk és a nagymamánk, anyai, de az apai is, mindent megtett, hogy nekünk egy boldog gyerekkorunk legyen, és boldog gyerekkorunk is volt. Tehát egy nagyon ugyanolyan, mint másnak. Tehát nálunk nem volt ez a művész gyerek, meg bejárkálunk a színházban, meg ott az a játszótér, meg ott növünk föl, meg nem, ezt apu sem tűrte volna, tehát abszolút távol állt minden ilyesmi tőle, de a családi légkör sem ilyen volt, tehát hogy teljesen lelettünk mi választva erről a dologról, és inkább mondom csak talán egy kicsit a negatívumokat, mondhatnám, mert azért ugye nyilván nagyon sok alapvetően művészi irányú emléke van Őze Lajosról mindenkinek. Nekem is fantasztikus emlékeim vannak gyerekként édesapámról, de vannak azért negatív élmények is. Ő egy nagyon nehéz ember volt, tehát azért mondjuk ki, el lehet képzelni. Tehát én azt gondolom, hogy úgy, akik úgy kicsit úgy belelátnak a filmek mögé is esetleg, azért ugye el tudják képzelni. Nem egy ilyen érzelme, egy kimutató. Nem egy egyszerű képlet volt ő, sokféle értelemben, de ugyanakkor meg fantasztikus apa volt, tehát ettől függetlenül, amikor jelen volt, csak hát nagyon nem volt jelen, tehát nagyon rendszertelenül volt jelen.
Úgyhogy nem volt törvényszerű. Ez azért volt érdekes, mert a bátyám az kifejezetten kijelentette, mikor szóba került, hogy na ki mi akar lenni, ki mifelé menne vagy tendálna, hogy ő nem akar színházzal foglalkozni, mert ő egy boldog és kiegyensúlyozott családot szeretne. Tehát egyszerűen fiatal fejjel a kettőt látom, már ellentmondásosnak tartotta, vagy antagonisztikus ellentétnek a kettőt, hogy vagy színház, vagy kiegyensúlyozott boldog család. Én nem voltam ilyen ennyire tervezgető, vagy ilyen, én csak mentem a magam útján. Tehát. De a hetedik osztály, az nálam is jelen volt, illetve a hatodik már, mert ezt mindig mondom, hogy így játszottam úgymond először, hát az nem játék volt, vagy talán az volt az igazán a játék, nem tudom. De Lisztinyai úti általános iskolában, nagymamám rendezett egy Molière-t, a bátyám osztályának búcsúztató előadása volt, tornaterem klasszikusan, ahogy kell, a bordás falak tövében, és ugye én évesztes vagyok, és egy év és egy nyár, tehát amikor a bátyám volt 8-os, akkor én mondom 6-os. Nem, mert te júliusi vagy. Én szeptemberi. Szeptemberi. És állati szép csajok jártak a bátyám osztályában, de tényleg ilyen nagyon-nagyon szép csajok, és ezt tudtam, hogy mindig próbálnak, és így átmentem, mint öcsike a próbát nézni, és egy szolga szerep nem jött el soha. És akkor, ha már ott az öcsike, akkor álljon már be. Már úgyis itt van. Hát nagy büszkén ott a bátyám osztálytárs női előtt, mert ez volt a fő motiváció. Semmi más, ennyi tényleg. Tehát a színház az hormonok kérdése. Tehát ez ilyen egyszerű. Tehát, hogy nők és férfiak, hála jó Istennek. Tehát, hogy, és a darabok is, meg a drámák is. És egy mondatom volt, és aztán a mondatra is emlékszem, azt gondolja az úr, hogy a maga rangjából fogunk megélni mi. Ezt egy szolga mondja egy úrnak, aki a bátyám történetesen, Kényeskedők című darabról van szó, és ennek a végén egy büdös nagy pofont kaptam a bátyámtól. Tehát ez volt. Na most az előadáson ebben a pofonban minden benne volt, ami egy testvéri viszony, összes, fölhalmozott sérelme és minden, benne volt. De amikor ezt játszottuk, és ez a pofon elcsattant, akkor annyira röhögött mindenki, és valamilyen szempontból sajnáltak, hogy én megéreztem azt, milyen jó érzés, mikor sajnálják az embert. Ez a fajta exhibicionizmus, ez valószínű, hogy ott van az ember, kap egy pofont, elmond egy mondatot, őt nézi mindenki, valahogy ez a dolog, ja, egy csomó szép lány, minden, tehát hogy valahogy ez a dolog fertőzött meg úgy és annyira. Én valóban lehet, hogy banálisnak hangzik, de amikor kérdezik, hogy honnantól kerültem én erre a pályára, nem tudok más mondani, mert nincs semmi olyan nagyobb egetverő pont, hanem igazán ennek az élménynek az érzése, vagy a bennem megmaradt hangulata, ami. Mert utána már 8-ban már mi csináltunk előadást, akkor a Bocsinálta doktor csináltuk, és akkor mehettem volna a Petőfi gimnáziumba, ahol nagyon erős drámai tagozat volt, vagy csoport, akkor oda hívtak. Én nem mentem, és így kikerültem Újpestre egy faipariba, úgyhogy én nekem van egy tisztességes, normális és gyönyörű szakmám, én asztalos vagyok. Így igaz, mennyi mindent tudsz csinálni? Büszke is vagyok, igen, sok IKEA-t szereltem már össze, és kikerültem, és egyebek, mert ezt kollégák tudják, és szólnak Béresi Cáik, és több jó páran, hogy te Áron, te úgy tudom, mondom, igen, mit kell szerelni. És akkor hétvégén már egy-két konyhabútor össze. Te mondd, és mennyi ideig adogtál? Én dadogok most is. Nem. De. Nem veszük észre. De. Az már egy kemény munka eredménye, hogy nem vehető észre. De az egy másik történet. Én a civil életben én nem azt mondom, hogy dadogok, hanem én akadó vagyok. Tehát ez egy enyhébb történet bizonyos értelemben, de mindenképpen része az egyéniségemnek, vagy annak, ami én vagyok, mert ez pszichés ilyen szempontból, nem egy képzésbeli történet, hanem egy pszichés valami. Ezt én örököltem, mert ugye édesapám, nem tudom mennyire tudják, fiatal korában, hát ő ezért egy elég, ugye akkor már város volt Szentes, de nagyon a város szélén laktak, egy elég szegény környezetből származik ő, és hát effektív kommunikáció képtelen volt. Annyira nem tudott beszélni, nem hogy dadogott, tehát nem, szóval nem tud beszélni. És akkor egy nagyon kedves magyar tanára elindította teljesen ösztönösen egy olyan úton, hogy fennhangon olvasson magának ilyen kis olcsó füzetekből. Akkor elbújt a kert végébe, egy ilyen tornácos ház, az őzeház, és ott ő fennhangon olvasott magának több mint egy éven keresztül, és ezt kihozta. Ez a úgymond terápia.
Ez a mai napig is egyébként használatos. És teljesen magától tanul meg. Most valószínűleg nálam ez az akadás, ez innen csípődött be. Nincs túragozva szerencsére, tehát engem nem vittek gyerekkoromba logopédushoz, ide, oda, amoda. Mert néha eltűnt, néha előjött, néha eltűnt, néha előjött. Tehát ilyen össze-vissza. De aztán nyilván ezen a pályán, meg az ember mások előtt beszél, meg kellett ezzel tanulnom bánni. De ez nem azt jelenti, hogy ez nincs jelen. Tehát nincs jelen. Ha otthon az asszony felidegesít, én dadogok. Tehát és akkor vicc tárgya vagyok. Igen, azért mondom, hogy ez egy idegrendszeri történet, vicc tárgya vagyok, jókat nevetünk együtt, a párom azt mondja, hogy szerintem nagyon szexis, hát mondom, örülök, hogy ennyire tetszik. Augusz Éva színművésznőről van szó, és van egy 7 éves kisfiútok. 7 éves, igen, és van egy 16 Hunor. Igen, az előző. Egy leasingelt fiú, amit szoktam mondani. Két fiad van, igen, és két fiút pici nevelünk, meg most, és egy gyönyörű név, vagy Nimrod, igen. Igen, a gyerek is ki tud így hozni a sodrodból, hogy akkor dadogsz. Hogyne, persze, hát ő aztán igazán, pláne amikor a kicsivel, ugye ez mindenkivel megtörténik, amikor saját magával szembesül az ember. Az nem könnyű. Tehát az. Látsz benne ugyanolyan tulajdonságokat és olyan... Sajnos igen, de nem tudom, hogy belelátom-e, de 7 éves korban ezt még hagyni kell, tehát hagyjuk, de hát azért azt pontosan tudjuk, hogy hát ők is úgy nőnek föl, ahogy mi, hála Istennek, hogy semmi terelgetés, meg nem tudom. A Hunor is úgy nőtt föl, most a 16, azért még van mit, de azért most már mondhatom, hogy felnőtt, hogy nem volt szokás, hogy állandóan bent vannak a színházban, meg ezt próbáltuk elválasztani, meg otthon sem a színházról kell szólni az élet. Elnézést, hogy tehát, ha így megkérdezted volna, hogy mi a legfontosabb az életemben, biztos, hogy azt mondom, hogy a család. Igen. Egészen biztos, hogy benne, hogy azt mondom, mert valóban így gondolom, és ez a két fiú és a párom az Éva, akit elég későn találtam, meg én elvált ember vagyok, viszonylag mondhatom, későn kezdtem, tehát most már együtt is maradunk valószínű, és ez így jó. Lett ez a két fiú, az egyik csöppent az életembe, de elképesztő kapcsolat van köztünk, és aztán lett ugye a Nimród. Az egyetlen lényege és értelme az életnek, azt gondolom ez. Az összes többi az gyakorlatilag a díjak, meg az egyebek, meg minden, meg a nagy művészet, meg nem tudom micsoda, mert ez szól az életről. Hát ez az élet. Laci bátyám, te is így gondolod? Mert azért nálad is a család az... Hát a családról már volt néhány feleség, hogyha így belegondolok, hogy emlékszem, akkor mesélted, ugye már nem tudtam követni. Mert azért mindegyiket, amelyiket most itt az előbb itt soroltuk, szóval mindegyikben nem lettem a világrekorder, de azért mindegyikkel eljutottam oda, hogy hát nem a középszerű, hanem autóversenyeztünk, akkor magyar bajnokok lettünk, barlangot kutattam, arról született egy könyv, a Bártoli Barlang rejtélyei, és aztán sorolhatnám. Na most ekközben ugye az, hogy ugye bulira járni, meg hogy akkor szombaton el kell menni táncolni, mert ez valahogy ez kimaradt az életemből, mert hát akkor mindig ott kellett lenni az éppen aktuális hobbi vagy tevékenységben. Akkor beszéljünk a legutolsó feleségedről, mert valószínűleg ő lesz most már. Hát első, az a rettenetes, hogy az első az ott úgy bejött. Sajnos ott született két gyerekünk, akiket nagyon szeretek és nagyon jó, csak sajnos, hogy ez a nagyon rossz légkör, ami hát egy ilyen 7 év után tulajdonképpen válláshoz vetett, és ha azt hiszem 10 vagy 11 éves, amikor aztán el is költözött, mert hát ugye az én házamban laktunk, és hát akkor a terv az volt, hogy onnan engem kirakni, mert hát ugye a gyerek az anyjáé, és akkor hát én nekem meg akkor nincs keresnivaló. Hát szerencsére ez nem illet. Na mindegy. Egy a lényeg, hogy aztán jött másik, harmadik, negyedik, egyet kétszer vettem el, szóval elég zűrös de azt volt is megbántad, igen. Az élet. Tudjuk, igen. De aztán jött a szomszédasszony, a szomszéd kislány, aki közben elvált, és akkor kérdezem a fel édesanyámat, hogy te ez a Katika, ez most már mindig itthon van. Szóval hát nem tudhatom, mik utól levált. Katika, hány éve fiatalabb? 18? Hát 15-tel. Hát általában minden válásnál úgy voltam, hogy ha már egyszer választani lett, akkor mindig legyen 5 évvel fiatalabb. Na, hát ez csak egy vicc, de nem volt ebbe semmiféle akarat. Most már 15? Igen. Na, a lényeg az, hogy aztán jött ez a szomszéd kislány,
és akkor hát óvónéni, és akkor az óvónénivel aztán összejöttünk, és hát aztán azóta is megvagyunk, azóta ebből a akolból is van két gyerek, úgyhogy így négy gyerek, és hát mindig az a recept, hogy az első az lány, a második az fiú, úgyhogy van a Mercedes, a Dénes, és a Katalin és a Marci. És hát aztán így akkor nagyon szépen és megvannak. Ők mennyire követnek téged? Mert hát, azt hiszem, hogy mindegyik másféle terepen van. Hát ez a Mercedes lányom az olyan, mint amit csak egy nő tud megcsinálni, de most nem tudja nézni ezt a valamit, mert ő Pekingben van, Európai Uniónál dolgozott, és aztán hát ő az a nő, mondom, aki mindent meg tud tanulni, mindenből ötösre tud felelni, csak egyáltalán nem biztos, hogy az érti is, amiből egyébként ötösre felel. Úgyhogy mondom, jelenleg, ha az Európai Uniónál dolgozom, ott nem veszik észre, hogy nem értesz alapjelve semmire, csak egy csomó diploma van, meg több nyelven beszélsz. És a többi gyereknél is így vagy, mindegyik hát egy igen, más igen. A Dénes van. Az lódoktor lett, nem, tehát nem állatorvos, lódoktor, és ezt ugyanezzel a fanatikussággal csinálja, Texasba dolgozott évekig, hát ott aztán meg lehet tanulni a lovazást. Az biztos. És hát a második házasságból levő a Katuska, hát az ilyen, hát az egy szélhámos nő tulajdonképpen, mindenhol megállja a helyét, de úgy neki még nincs egy ilyen. A legkisebb fiam, hát ház is most már ekkora, hát az viszont én nyomdokaimon ment, és akkor hát így ilyen repülőgép szerelőként dolgozik a Budaörsi repülőtéren. Mégiscsak van, aki ezt követi. Igen. Hát László, nálad azt hiszem egy kicsit lineárisabb és hűségesebb, és hogy mondjam, egyszerűbb történet, van, ezt nem mondanám, nem hinném, hogy unalmas volt ez a több évtized így együtt. Ugye arra nem volt szó, hogy én egy olyan családba kerültem, ugye édesem még négyen voltak lánytestvérek, apám még hatan voltak testvérek, én pedig egyedül vagyok gyerek, és érdekes mondom, a feleségem is egy egyke lány, most volt éppen idén májusban, hogy 40 éve, hogy megismerkedtünk. Beszéltünk itt a cukrászdáról, és hogy ki hogyan kapcsolódik ehhez. Én amikor ebben a cukrászdában dolgoztam, és láttam a nagybátyámat, nagynénémet, ugye a munkahely és a magánéleti konfliktusok ugye meghatványozódnak igazából, amikor az emberek így össze vannak zárva. Én már akkor valami úgy eldöntöttem, pedig akkor még szóban sem került, hogy én ezt valahol nálam fogom csinálni. Én nem szeretnék a feleségem együtt dolgozni. Szerencsém volt, amikor mi megismerkedtük, ő egyetemre járt, jogász lett, most ügyvédként dolgozik. És hát azt is szokták kérdezni, ugye, hogy és kiviszi tovább a cukrászdát, mert azért az egy darab, tehát nem olyan, mint a színészet, meg tehát az egy darab, ott annak van egy értéke, és nekünk is pont az az értéke, hogy ezt tovább tudtuk vinni, tehát hasonlóan, persze, vagy még fejlesztve azon az a helyen. Meg a többi, persze, tehát ez egy ilyen generációra. És akkor hát ugye utalva ezzel a fiamra, és akkor hát a fiam is jogász lett, neki igazából azt gondolom, hogy manuális készsége nincsen, és valahogy soha nem is kapcsolódott be a cukrászdába. Hát lehet, hogy éppen azért, mert mindnyájan elmondtuk, hogy látták azt, hogy mennyi munka van vele, hogy vagyunk, és egyebek. De én ezt úgy fogalmazom meg, hogy a szülő, amit ad, egyik legtöbb, amit adhat a gyerekének, az a választás szabadsága. Tehát az a fontos, hogy azt megengedhessük magunknak, hogy a gyerekünk az egy boldog életet éljen, és hogy ha ő azt neki kell megtalálni, és én úgy gondolom, hogy ő is jó úton jár ezen. És akkor mi lesz a cukrászdával? Most én is fölteszem ezt a kérdést, hogy akkor viszont mi lesz? Amíg én élek, és én úgy tervezem az életemet, hogy ugye mondtam, hogy 57-ben nyílt a cukrászda, én szeretném megélni a 100. születésnapját a cukrásznak, akkor én még csak 99 éves leszek, tehát a célokat jó helyre kell kitűzni. Be is jársz minden nap, ugye, csak a hétvégén. Minden napot vagy, most már szombatonként mondtad, nem mész be, mert vasárnap van zárva, de szombaton nyitva van. Tehát megengedi a csapat, hogy te csak 5 napot legyél. Igen, ott a kollégáinak ezt köszönöm szépen. Ugye az a lényeg, hogy az ember fárad azért,
És ahhoz, hogy azért jó teljesítmény nyújtsunk, az pihenten kell tudni bemenni dolgozni. Tehát ez egy fontos dolog. Áron, aikidu, ijászat, evezés, mi minden van? Tehát rengeteg. Tehát a sport azért neked fontos szerepet játszik az életedben. A mi hivatásunk az életből kell, hogy táplálkozzon. Az élet szól egy csomó minden ilyen kalandról. Mondjuk ebben a helyiségben így levegőtlenül sokáig ülni nem tudnék. Tehát, hogy egy ilyen levegőt imádó valaki vagyok. És én nekem teljesen független, hogy milyen évszak van, én biztos, hogy kim vagyok a kertben, ha kell télen bográcshozom, zuhogó hóesésbe, meg egyebek. Van egy kenunk a Dunán, igen, Dunakeszin tároljuk, és hát a homoksziget kerülés föl, Göt felé az mindig alap. Ami azért fantasztikus, mert pár kilométerre a fővárostól nem kell őrült strandokon sorba állni, egyszerűen fürödhető a Duna, és kisgyerekek fürdenek benne, és elképesztő homokszigeti élet van a Széchenyi csárda fölött a Gödnél, hihetetlen jó hangulatban, és ez egy működő valami. Közben persze ijászkodás, és hát a harcművészetek az meg régóta, az most már pont valamelyik nap kiszámoltam, az 21 éve üzöm, már csak az aikidót. Én cselgáncsal kezdtem a központi sportiskolában, ugye az küzdősport, nem harcművészet. Aztán volt egy kis karate, volt kung fu, tehát is szépen haladtam így többféle irányból. A fiúkat megfertőzted? Meg, a Hunora 7 évig aikidózott, és most pedig falmászást választott magának, mert azt mondtam neki, hogy azt szeretném, pont abban a legérzékenyebb korában, hogy 8-9-től 15-16-ig, amikor egy izomzat gyakorlatilag, hogy föl kell, hogy épüljön, kialakul, hogy ne egy ilyen kis ujjal eltolható, nyeszlett, tyúkmellű valaki legyen, hogy valami rendszeres sport minimum heti kétszer kell, és akkor levittem egyszer egy aikidó táborba, ahol én ilyen segédmesterkedtem, és ráharapott és megszerette. Úgyhogy ő is aikidózott 7 évet, és akkor azt mondtam neki, hogy én annyit kérek tőle, hogy ne évközben, hanem tehát iskolai évről beszélek, hanem csináljon végig idényeket. És akkor múlt évben azt mondtam neki, hogy jó, végigcsináltad, most viszont, hogyha úgy gondolod, akkor bármi mást választhatsz. És akkor végül is így a falmászást választotta, és most falmászik. Hát ami olyan, mint a pók, tehát hogy egyszer elképesztő, de könnyű neki, mert az édesanyja termetét és alkatát örökölte, most az Éva az meg gumiból van, tehát az egyszerűen hihetetlen, hogy milyen felépítmény, ehhez képest én egyenlően egy robosztusabb valaki vagyok. És akkor igen, és akkor így szépen végig, most pedig már felvettem a jájdót is a repertoára, az meg a keleti kard, a japán kard, hétköznapi, tehát a szamuráj kardoknak a harcművészete a jájdó. Ez mindegy törről fakadó harcművészet, japán kultúra az alapja az egésznek. Mondd, és ez a fizikai állapot, és ez a sokszínűség a sportban, ez ugye kell ahhoz, hogy te bírd azokat a pszichés terheket is, hogy ugye játszol, hogy igazgatsz, hiszen voltál a Pesti Magyar Színháznak is az igazgatója, és most ugye lejársz Dunaújvárosra, és hát ott is, hát egy igazgatónak nem csak a szellemi képességeit kell gondolom mindig kordába tartani, hanem a fizikait is. Tehát ez valahogy egymásra hat. Igen, tehát ez a természetközeliség, kint lenni a levegőn, a sport és az én pszichém valószínű így kapcsolódik ki, tehát hogy ez így összefügg. Világ életemben sportoltam, és éreztem, hogy sportolnom kell. Ez valószínű egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szintén, hát egy ilyen energia levezetés nyilvánvalóan. De aztán ezen belül meg a küzdősport és a harcművészetek az pluszban egy olyan világ, ami mindig is vonzott, meg érdekelt. Ennek a filozófiája, ennek az etikája, ha úgy tetszik. Ugye az aikido esetében sem egy támadó harcművészetről van szó, hanem egy védekező harcművészetről. Tehát ezek nem agresszív sportok ilyen értelemben, és a filozófiájuk meg teljesen távol áll az agresszivitástól, mint olyantól. És a színházigazgatónak is ez a filozófiája? A színpadon ad egy nagyon erős testkoordinációt, egy egyensúlyt, összpontosítást, akkor magabiztosságot, akkor egy csomó minden behozható, beemelhető. Arról nem beszélve, hogy Ilódi István volt mesterem,
több esetben fölkért, például a La Mancha lovagját rendezte, ugye egy börtönbe játszódik az egész, és ott azért a rabok néha összeverekszenek, és engem kért meg akciók rendezésére, mert tudta, hogy ez az Aikido ez. És ez egy látványos tud lenni, tehát repkednek az emberek szerteszét, tehát hogy azért ez lehet úgy csinálni, hogy tényleg látványos, tehát színpadias is tud lenni. Na mindegy, tehát egy arra is használható, de legfőképpen egy olyan szellemi felfrissülés, hogy ma reggel is 7-kor már a kard itt volt az oldalamon, és másfél órán keresztül a mesteremmel edzettünk. Egy teljes kikapcsolódás, igazság szerint. Tehát az összes többi, amikor elindul egy nap, egy reggeli edzés után, és már mondjuk 10-re már lent vagyok Újvárosban, vagy a Rózsai-vagyi szalomban, próba van, vagy bárhol, akkor már az összes többi, ami a nap folyamán elindul, az szinte szétforgácsol. Ahhoz képest, hogy a harcművészetben milyen összeszedettség és összpontosítás szükséges. És ez nekem kell. Kíváncsi vagyok, hogy ma, ugye említetted az előbb a Rózsa-völgyi szalon, hogy mely rendezéseidet láthatjuk, illetve hogyha lemegyünk Dunaújvárosra, akkor mik azok a darabok, amik a te nevedhez kötődnek, tehát hogy téged most, hol, milyen rendezésben, milyen szerepben tekinthetünk meg. A Rózsa-völgyi szalonban játszom több szerepet, idén lesz egy új darab is. Ott volt egy rendezésem Gáspár Sanyi, Nagy Mari, Spolari Csandi, Erdély Timi, Sipos Imi szereplésével, Szabó Magda az Ősz című kisregényét. Ennek nagyon nagy sikere van. Állítottam színpadra, ez régi vágyam volt, és tényleg szép sikerrel megy. Ezt megrendezhettem Veszprémben is egyébként. Nagyon érdekes volt, hogy felkért operafon kigazgatót, mondtam, hát ez nem így működik, tehát hogy ezt rendezzel meg. Hát akkor hív meg, hogyha ezt szeretnéd látni. Nem az ő színészeivel, de mondom, ez egy más előadás. De nem, ő ezt szeretné viszont látni. Mondom, biztos más lesz, mert mások a kollégák, mások a színészek, emberek. De egy nagyon izgalmas munka volt. Arra tökéletes volt, hogy rájöttem, hogy mennyi mindent kellett kijavítanom a előző rendezésemben. Tehát, hogy ennek sosincs vége, ennek a munkának se színészi oldalról, se rendező oldalról. És akkor a Bartókban pedig ugye építjük az évadokat, most már a harmadik évadot építettük föl, 10 bemutatót tartunk egy évadban, ez viszonylag szép szám. És az a jó, hogy bárhonnan vannak a színészek, nem? Tehát, igen. Van egy állandó társulat, de ők nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem vendég mindenki, csak a háttér kollégák a közalkalmazottak. Egy olyan 14-15 főből körülbelül olyan 7-8-9-en állandók bizonyos értelemben, és akkor mindig van egy ilyen frissítő vendég csapat. Az a jó érzés, hogy akik jönnek és játszanak, akár a Papjanó, Dunai Tomi, Kútföldi Zsike, és fölbukkanak nálunk, már hívnak föl évad elején, hogy na, szívesen jönnének. Nem csak az enyém, hanem az egész színházi és valamennyi kollégái. Itt fogom most rendezni ősszel Tamási Áron a Jégtörő Mátyás című darabját, ami ős bemutató, tehát ez még nem volt magyar színpadon, és nyáron írtuk egy dramaturggal magát a darabot. Uh-huh. Ez régóta izgatott Tamásinak ez a szerintem mérföldköves regénye, mert önmagát is olyan szinten haladta meg Tamási ebben a regényében, ugye, ami a trilógiának készült volna, aztán csak két rész készült. Igen, mert mindig az énekes madarat szokták. Énekes madár, Csalóka, Szivárvány, Tündöklő, Jaromos. És a Jégtörő Mátyás szerintem az valami egészen misztikus és frenetikus regénye Tamásinak. Nagy kihívás ezt színpadra rakni, remélem sikerül. Ezt fogom most rendezni. És hát emellett több darabban játszol, mert ugye láttalak, igen, a Rózsa-völgyiben, hogy a krimitől kezdve. Igen, az is volt, akkor a Grecsó Krisztián mellettem elférsznek a főszerepét is játszható. Így van, akkor azt is láttam. Volt ott nem tudom, 7 vagy 8 szerepet is játszottam már a Rózsa-völgyiben. Játékszínben játszom egy nagy komédiában, a Szőkeciklonnak nevezett előadásban, de az a Szőkeciklon megírásának a története igazság szerint, ott magát rejtőjelenet játszom. Így van. Azt is évek óta játsszuk nagy sikerrel, és nagyon szereti a közönség. Filmek is elérnek, úgyhogy hát van mit csinálni bőven. A Pesti Magyar után te ugyanúgy szépen megtaláltad a helyedet, és talán ez egy sorszerűség, hogy most ez így alakult. Nincs. Hát akkor volt másfél év, amikor én csak úgy, csak, tehát nekem, én mindig azt mondom, igen, hogy igazgatni, igen. Az egy munka, az egy felelősség, és úgy egy munka, még semmi másról nem szól, nem hatalomról, meg döntésekről, meg nem tudom, meg
bizonyos székekről semmi másról nem szólt, csak folyamatos probléma megoldásról. Folyamatos, de gondolom bárhol főnöknek lenni ugyanez. Megoldandó feladat megoldás. A problémák nincsenek. Megoldandó feladat. Így igaz. Ez egy munka, ennek előbb-utóbb vége lesz. Így van rendjén, ciklusok lejárnak mi egymás. Egyébként nem is tartok egészségesnek hosszú ideig. Vagy ilyen pozícióban, mert elkezdi az ember sajátjának érezni, pedig nem az övé. Először is a közönségi, másodszor is a fenntartói, mondjuk egy színház, és egyebek. Elkezdi ilyen butaságokba belemenni, üldözési mániája lesz, és még sorolhatnék egy csomó járulékos betegséget. Nem jó igazán. Beszéljünk egy kicsit a budaörsi lehetőségekről, meg vidéken, meg külföldön, hogy te milyen alkalmakkor lépsz föl, tehát milyen lehetősége van például a köznépnek, nekünk, a közönségnek oda menni, és azt mondani, hogy na most én abban a kicsi gépben szeretnék, de te azt mondod, hogy ne abban a szupergépben repüljünk, hanem abban a fedetlen, te általad navigáltban, mert az nagyobb élményt nyújt, mint az egész másik fedett repülő. Nagyon nagy szerencsém volt, megint, mint ahogy a repülés megkezdésében is a Budaörsön nagyon inspiráló volt, mert hát ugye ott volt a nagy motoros repülőtér hátul, a farkashegyi kis hegyi vitorlázó repülőtér, és hát itt megint a Budaörs, hogy Budaörsön van egy olyan, hogy Goldtimer alapítvány, ami hát arra jött létre, hogy ezeket a történelmi repülőgépeket, ezeket mutassák be. És hát így aztán, hogy ez a budaörsi repülőtéren működő Goldtimer, ez szerencsémre ez befogadott úgy, hogy egy iskolai társam, aki hát nálam egy kicsit fiatalabb volt, és egyszer rákérdeztek, de ebben nem akarok belemenni, megkérdezték a doktor Takács Laci repülőmérnököt, hogy hát hogy lettél te repülős, amikor ilyen vastag, több dioptriás szemügeden. Tudod, azt mondja, az általános iskolában volt egy fiú, aki olyanokat mesélt a nagy szünetben, és én csak így néztem és szívtam magamba, és akkor elhatároztam, hogy hát én csak úgy tudok a repülés közelébe lenni, hogyha repülőmérnök leszek, és hát tényleg a doktor Takács Laci, és aztán amikor én újra elkezdtem repülni azzal a szándékkal, hogy most már akkor csak ezekkel az öreg történelmi repülőkkel repkedek, akkor hát kiderült, hogy hát ő ott a főmérnök, és hát így aztán egyenes utam lett. Hát így aztán a 96-os Oldtimer világtalálkozón, amit ráadásul Magyarországon rendeztek, ott akkor megkaptam ezt a vöcsköt, amire le voltam annak idején tiltva évekig, és hát rettenetesen élveztem, és akkor hát ezzel aztán. És akkor jött ez, hogy de hát ez nem a legöregebb. És akkor mentem ki, kutattam utána, és akkor mivel hát a fa munkákra már gyakorlatilag fel voltam készülve, akkor ezt megépítettem. És most ezzel lehet repülni most? Most sajnos nem lehet, és ez így is egy hosszú történet, mert ugye megcsináltam, akkor a 1999-re, amikor az 1929-nek ugye az évfordulója lett, hogy megindult a magyar vitorlázó repülés, akkor ezt a gépet, de még csak olyan 80%-ba készen. Ja, igen, és mondtad, hogy akkor elvitték mások, kiállították meg, igen, külföldön. A közlekedési múzeumban, és akkor a következő év tavaszán, akkor jött a rokonságból egy ilyen, hogy de hát te mindig csak beszélsz, és nem fejezel be semmit. Hát mondom, ez nem így van, hát ha van pénzem, befejezem, nincs pénzem, és akkor kaptam egy borítékot, abban volt valami, és akkor hát abból akkor be tudtam fejezni. És akkor most mivel lehet repülni, ha valaki kimegy vele? Na hát még ide egy mondat, hogy aztán ezzel akkor híre ment, akkor magyar repülőnapokon, bemutatókon, akkor meghívtak Németországba, Hanweidei repülőnapra, ez Kirchheimunter-Tig, tehát ott fönt Württembergiába, és hát ennek akkor 2001-ben, 3-ban, 5-ben, 7-ben, 9-ben mindig ez volt a legöregebb vitorlázógép. Egyik évben föl is tettek egy ilyenre, mondták, hogy hallottad, láttad már az internet? Mondom, hogy nem értek az internethez, és megmutatták, hogy Crazy Aviator őrült repülő, mert egy ilyen viharos szél volt, és megkérdezték, hogy hát fölmersz szállni? Hát mondom, hát 100 000 néző van itt, hát azért jöttek ide, hogy nézzenek. Hát most és nem is volt soha baleseted, ezt tudom, hogy soha nem volt balesetem, hát mondjuk ciki helyzet az már volt. Na és akkor fölhúztak, és akkor egy ilyen erdő fölül kellett így bejönni, és hát ott ilyen őrületes örvény volt, fejreállított a nagy sebesség, és akkor úgy át,
és akkor úgy szépen kiszálltam, és hát ezt lefényképezték és föltettek, hogy hát crazy aviátor. Úgyhogy azóta ez egy kicsit úgy rám is ragadt. És akkor most ott a repülőtéren? Na és aztán hát ez a gépet aztán sajnos, mivel hogy akkor kaptam ezt a kölcsönt, meg a befejezéshez még egy kölcsönt, azt vissza kellett bizonyos fokig adni, el kellett adnom, és akkor jött a Besenyei Peti, és azt mondta, hogy hát én megmentelek téged, megveszem tőled. Meg is vette, és repülhetsz vele ugyanúgy. Én repülök a Red Bull-al, te repülsz az enyémmel. Na, de ez nem tartott örökké. És most ez a gép így a hangár tetejére fel van húzva, és hát már lejárt az alkalmassága, és borzalmasan hiányzik. És akkor aztán azt mondtam, hogy nincs mese, kéne építeni egy másikat. És akkor jött egy német, és azt mondta, hogy hát egyrészt mondjuk ez olyan viccesen, hogy azt mondja, hogy szeretnénk magát megalázni, és akkor jött a tolmács, hát én azért csak inkább seszkó jadnul tudok, nem rendesen németül, és akkor mit is mondom, jelent ez a megalázás? És hogy mi volt ez a megalázás? Hát azt mondta, a megalázás az, hogy tudják, hogy ez egy ilyen nagy dolog, repülőt építeni, nagy órabér, de hát azt ők se tudják fizetni, és hát gondolták, hogy egy takarítónői fizetést adnának, és azért építem-e, mondjuk mivel, hogy a legprimitívebb iskolagépet már gyönyörűen megépítettem, hogy megépítem-e a leggyönyörűbb német repülőgépet, egy ilyen sirályszárnyú Göppingen 3 Minimoa, hát az a király, tehát az ilyen könyvekben az van erre a gépre, hogy a király. És akkor hát meg is szereztem a tervrajzokat, illetve hát részben ők megszerezték, és azt hát 4 év munkával megépítettem. Ja, egy kérdésem volt, hogy azért milyen takarítónőre gondolnak, magyarra vagy németre? Mert ugye ez nagy különbség. Szerintem németre gondoltam. Németre, úgyhogy hát sajnos azt se fizették végig, de hát ennek ellenére azt mondtam, ha belekezdek, akkor már befejezem. Úgyhogy hát ez a gép, ez megvan. És akkor ezzel lehet nagyon-nagyon élvezetesen menni. Igen, igen, de azért hát tulajdonképpen, amivel meg igazán repülök, azt viszont innen a Goldtimer Alapítványtól kaptam, ez egy kétüléses Cimbora nevű repülőgép, 1941-es gép, és hát ez volt a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalapnak az iskolagépe, 60 darabot építettek belőle. Mondanom se kell, hogy az 50-es években ugye mered egy megbélyegzett gép volt, ezt mindet kiirtották, és akkor ezekből nem maradt. Aztán utána egy kicsit úgy szégyenkeztek, és akkor megépítettek egy darabot, hát ez az, amivel most én is repülök. Hát már volt úgy, hogy szállítás közben leszakadt a farka, akkor megcsináltam, de ezt nem én építettem, de már nagyon sokat dolgoztam rajta. Azt mondta Laci bátyám, hogyha most valaki oda megy a repülőtére, bejelentkezik, akkor megkereshet téged, és akkor elvileg ezzel lehet, de leginkább hát ezek ilyen repülőnapokhoz kötődnek, és hát a leghívjákosabb azért, hogy ez a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap, találtunk egy olyan fényképet, amin a 1942-ben egy ilyen géppel repül a Horthyné. Persze még 20 évesen. És akkor még élt az Ilona grófnő, és én ezt a fényképet megszereztem, és Kenderesre elvitte egy ismerősöm, és mutatta, hogy lát, jaj, hát ez a hármas határhegyen, hát talán másfél órát repültük, és ha most lenne ilyen gép, repülne vele? Hol van az a gép? És akkor megszervezték 91 évesen, hogy kihozták Budaörsre, és akkor így betettük a gépbe, és akkor fölhúztak bennünket 800 méterre, és akkor hát onnan is szépen lejöttünk, és hát másfél év múlva meghalt, és aztán hát itt akkor mondja a temetésen a fia, hogy hát azért rettenetesen köszönni a Goldtimer Alapítványnak, és Révianc, aki ezt a két dolgot kitalálta, hogy az édesanyámat megrepültették, mert már 80 éves kora után egy kicsit úgy begubózott, már nem szívesen vett, de mióta maga a Révi úrra repült, azóta kinyílt, meséli, és hát tényleg így valakinek az életének az utolsó éveit. Azt mondd meg, Laci bátyám, ugye mondtam, hogy ez egy kultúrszalon, ami az is kötődik hozzá, hogy mindenki valami pici kis irodalmi részletet, valami versrészletet, valami előad saját maga. Sokszor nekem kellett a vendégek helyett elmondani, de hál' Istennek itt most mind a hárman azt mondtátok, hogy ti magatok. De mi azért, ez a történet? De azért én ezt nem tudom, nekem. Mert én a emiakő csúcsanyóként, az úgy eszembe most jut. Most nem azt, amit mondtál. Nem azt, és ami nagyon tetszett nekem, amit az utolsó időkben így hallottam, az nagyon megragad bennem, ez egy őszi témájú valami, de azért én azt mondom, hogy ezt a verset a közönségt
tiszteletére, hadd ne én mondjam, dehogy hanem nem. Felkérünk egy szakértőt. Nagyon a szakértő fogja mondani a saját. Én ezt nagy örömmel elvállaltam egyébként. Igen. Na jól van, akkor jó. Ha egyszer felviszem, is repülhetünk. Kosztolányi Dezső, őszi reggeli. Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon. Nehéz, sötét smaragd szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul akár a brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem. Nagyon szép. Arról beszéltem, hogy az év tortája, tehát, hogy valaki már 13-ban is, és tavaly is, és közben zsűriztél is másokat. És 14-ben is. És 14-ben is, így van. És hogy az, hogy cukormentes, hogy egy kicsit beszéljünk, és mutassuk be például ezt a tortát, mert ugye én odáig eljutottam, hogy csia mag almalében, és hogy ez van benne, és ez lazítja a piskoltát, tehát ettől lesz egy ilyen laza, és finom, és szaftos. Mi ez a torta, mire vagy büszke, és mit készítettél? Büszke a kollégáimra vagyok általában, tehát ugye az az első dolog, hogy rengeteg ötletünk van, tehát mindnyájan, akik itt ülünk, vagy ott ülnek a nézők között, hát az életünk az úgy zajlik, hogy ötleteket ötletekre halmozunk, mindenki a maga területén. Aki szereti csinálni, amit csinál, az így éli a napjait. Én szerencsés vagyok, megint csak magunkra mutatva, mert szinte ezt egy ilyen hobbiként, egy játékként fogom föl. Ennek biztos van jótékony hatása is, tehát nem volt bennem sosem egy ilyen törtető pénzéség, hogy ezt csináljam, hanem mindig az öröm és az vitt előre. Szeretek enni is, tehát az ízek, az érdekességek, azok mindig ösztönöztek engem. Harmadszor nyertük meg ezt a cukormentes tortaversenyt, ez egy picit véletlenül alakult az első évben, amikor elindultunk egyáltalán ilyen versenyen, akkor megnyertük a cukormentes országtortát, és a másik az országtortaversenyen kettő tortánk bejutott a döntőbe, de nem mi nyertük, de azóta is szeretjük, vagy szeretik a vendégeink ezeket a tortákat. És akkor én úgy ezt még erősebben megéreztem, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek ez problémát jelent, és hát nem nagyon van nekik, vagy kicsit szűk az a lehetőség, amiből ők tudnak választani, és ezzel is próbáltam a magam módján segíteni. 2013-14-ben nyertünk versenyt, utána én zsűriztem, mint zsűri elnök. Köszönöm szépen! Van még egy ilyen is rajta, ezt is leveszem. És valahogy úgy éreztem, hát ez minden szakmának megvan a maga nehézsége, hogy az elmúlt években egy picit kezd az egész cukrászat elmenni ilyen kicsit ilyen francia irányba nekem, ami jó, hogy bejönnek az újdonságok, de hát meg kell tartani a saját hagyományainkat és a saját ízvilágunkat. És én most úgy indultam el a versenyen, hogy szeretnék egy házias, magyaros, én szerintem viszonylag egyszerűen elkészíthető tortát készíteni, és hát ez magát a zsűrit is kicsit összekavarta, de végül is ez a torta nyert. Erről azt kell tudni, hogy ez egy liszt nélkül készült mandulalisztből és dióból készítünk egy piskótát, amiben, hát ez csak egy érdekesség, nem ez volt az alapkoncepció, csak valamit kerestem, hogy lehetne még egy kicsit szaftosabbá tenni ezt az egészet, és akkor valahogy véletlenül beugrott ez a csia maga, amit egy natura almalébe beáztattunk, ez ilyen gyönyörű kis gyöngyökké megszívja magát, és amikor sül a tészta, akkor ez ugye elengedi magában ezt a folyadékot, és az íze is, és az állaga is egész más lesz a tésztának. Két fő komponense volt, amit mindenképpen szerettem volna, az egyik a megy, ami számomra nagyon szeretem a megyet süteményben, az egy markáns, harsogó íze van, és ezt egy linzerrel, egy piskótával egy kicsit lágyítani, a másik meg a túró, ami hát Magyarországon egy nagyon közkedvelt dolog, az elmúlt években a versenyeken valahogy nem vett részt, tehát ezt szerettem volna ebből egy süteményt csinálni. Van egy alap piskótánk, ez a mandulalisztes diós,
A piskótát összekeverjük, a meggyet megdaráljuk, és ezzel összekeverjük, tehát abban nincs is cukor, hanem csak magának a piskótának a édességét veszi át. Ezt beborítjuk egy olyan tejszínkrémmel, amiben van egy kevés joghurt, egy sűrű madártej, darabos rögös túró. És befedjük az egészet egy olyan tojásfehérjehab felhővel, amibe belefőzzük a megynek kicsöpögött levét. Na jó, hát. De most már hozzá, te is ezt mondod? Azért ezek a naturpisságok, nem? Tehát azért, ez volt az én versem, amit elmondtam. De ez egy szabad kérdezni. Persze, ugye ennek az a lényege, hogy ez minden cukrászatra eljut, a recept, és ezt meg kell tudni csinálni mindenkinek. Meg tudják csinálni ezt? Nem minden cukrászatba jut el, ezt a Cukrásziparosok Országos Ipartestületének a tagjai jelentkezhetnek, alá kell írniuk egy olyan szerződést, hogy ugyanezzel a recepten, ezzel a technológiával, ezekben az alapanyagokból készítik. De hát sajnos vannak rossz tapasztalatok, de vannak jók is. Tehát azért nehéz. Tehát arra szoktuk mondani, hogyha ketten egy szakember kollégámmal párhuzamosan egymás mellett, ez olyan, mint a versmondás, csinálunk egy tortát, akkor se lesz tökéletesen egyforma. Tehát azért azok a pici érzések, amit az ember tud, az egy picit mását, mennyire verem föl, majd elmondjuk, hogy nem esik össze a piskóta. Tehát hogy ezek fontos dolgok, de hát ezek tanulhatók, igen. És akkor mi a verset? Nem úszod meg. Nem úszod meg. Azért hajtom, mert egy nagyon múlik az időn, kettő, igen. Meg itt van ez az incsiklandó torta az orrunk előtt. Úgyhogy most már úgy gondoltam, hogy ennek kéne szerepelni, hogy ezt megkóstolhassuk. Egy rövid vers részletet hoztam, és a vers az igazából az én életemben is fontos. Én a Szent István Gimnáziumban jártam, középiskolába, volt egy nagyon kedves magyar tanárunk, akivel hát nagyon sok verset tanultunk, és sok minden szép dologban vettünk részt, igényesen próbálunk beszélni, vagy ezt is tőle tanultuk, és ahogy az ember hát éli az életét, nagyon sokat dolgozunk, fáradtak vagyunk, és nekem is vannak olyan életszakaszai, amikor olyan jó lenne egy kicsit megállni, egy picit lazítani, pihenni, és van egy nagyon kedves, amikor, és ez egyre gyakrabban öregszik az ember, és van egy nagyon kedves vers részlet. Falon az inga lassú fénye villan, oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam fölött kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk, az álomba merülőnek jó dolga van, megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Tóth Árpád, igen, jó éjszakát, igen. Nem először veszel részt a pasiójátékokon Budaörsön, és idén is láthattunk téged, amikor ez egy ilyen nemzetközi pasióvá nőtte ki magát, úgyhogy ha ennek az élménynek a te általad átéltekre visszaemlékeznél, mert itt a környezet is gyönyörű ehhez, és adott. Tehát egyszerűen valami annyira megemeli ez a kőhegy, ezt a történetet, amiben ti szerepeltek, hogy ez tényleg egyedülálló egész Európában. Meg hát utána a végső poénként szeretném, hogyha te is a kis névnegyedet itt letennéd nekünk egy verset. Igen, a budaörsi passió az így, most már hagyományszerűen jelen van az életemben, mert nem az, hogy nem először, hanem hogy az első perctől kezdve, 2000 óta jelen lehetek benne, és ugye 3 évenként rendezi meg a német nyelvi önkormányzat és budaörsi passiót. Először 2000-ben Dér András rendezésében Csisomjói passiót játszottunk, igen, mert igen. Akkor még a Bató Géza féle régi anyag nem került elő, és aztán előkerült egy hagyatékból, és akkor utána már 2003-ban már ezt a Bató, az eredeti 30-as évekbeli anyagot játszottuk, magyarul és németül. És én a Csíksomjói passióban Jézust játszhattam, nagyon-nagyon nagy élmény volt, és aztán pedig, ugye ezt csak magyarul játszottuk, és aztán, mikor a 2003-ban német nyelven is játszottuk, akkor én németül nem vállaltam Jézust,
mert egyetre nem tudok németül például, tehát hogy... Uh-huh. És akkor Péter apostol lettem. Az még pont annyi szöveg volt, amennyit megtanult az ember, és az én nagymamám, aki Bécsben volt, leányintézetben növendék, osztrák nyelvjárásban megtanította nekem azt a 35-40 mondatot, ami a Péter apostol szövege volt, és aztán itt ment szépen tovább a pasió története, én aztán Péter lettem, aztán megint lehettem Jézus, mert alakult egy olyan helyzet, hogy csak magyar nyelvű pasión megint Jézust játszhattam. Most egy nagyobb szünet volt, egy 6 éves kihagyás volt, de már mindenkinek nagyon hiányzott. Hát pasiót játszani, nem tudom, remélem egy pára látták, vagy, vagy fönt voltak, az nekünk is. Az egy furcsa időszámítás, tehát ez valami egész más, ott a kölyögen valami egész furcsa erők vannak jelen, és első perctől kezdve éreztük, hogy valami másról szól egy csomó minden. És hát ez a 3 év is gyorsan eltelik, ami a passió játékok között van, de azért a 6 év, ami most legutóbb eltelt, már ott azért kollégák találkozván egymással nagyon sokat kérdezgettük, hogy mi van gyerekek, most sosem lesz passió? Tehát, hogy az hiányzott mindenkinek, és most idén nyáron megint játszottunk, és egy elég szép előadás számot, és ez Európassió volt már valóban, tehát hát óriási élmény, tehát mindenféle értelemben. És most nagyszerű csapat is állt úgy föl és össze, hogy most nincsenek váltások, tehát most az az egyedisége ennek a passiónak, ami most lábra állt, és ezt Ritter Imre el is mondta, hogy magyarul és németül azonos csapat játsza. Tehát nincs semmilyen váltás benne. Hát akkor most hallgassuk meg a te versválasztásodat, és megköszönöm már most a kedves vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásomat, és én el is köszönök a Kultúrszalon nevében, mint szerkesztőműsorvezető Linka Ágnes, és hallgassuk most a színművészt Őze Áront. Hát Szergely Eszenyin fekete ember részlet. Jó sors csak ott van, hol kéz és elme ügyes, de balsors űzi mind, ki szívében szerény, aki félszeg. Se baj hát, bármi sok kint szerez, hazug tettetése a csalfa beszédnek, jöhet szél, zivatar, mindennapi fagy. Bármi vereség fájdalma gyötörjön, míg kifelé derűs és egyszerű vagy, művész ragyogóbb nincs nálad a földön.